hátrányos helyzetű, alulképzett, tartós álláskeresőknek ad hosszú távú, kiemelkedő bérezésű munkát az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet. Az ESOS honlapján elérhető két bemutató film, mely igyekszik céljaikat összefoglalni. Ebből az derül ki, hogy főként közmunkásoknak ajánlottak képzést, hosszú távú munkát és magas bérezést. Az EU teremtette meg ennek a lehetőséget. Dr. Barta Gábor Zsolt, az ESOS igazgatósági elnöke ezt is erősítette meg akkor, amikor Jászapátiban tartott tájékoztatót a szövetkezet működéséről. A célunk az nem az, hogy egy újabb Kft. Vagy holding vagy részvénytársaság szülessen, amelyik alkalmaz embereket, és minimál bérért vagy valamennyivel több értékben, hogy megélhetési rabszolgaságba küzdködje le az életét, hanem normális, becsületes bérért tudjon dolgozni, akár a becsületes nyugdíjkor megéréséig is. A megnyert 6 milliárdos uniós pályázat a tervezett 2800 fő foglalkoztatott bérezésének 70%-át biztosította. Így családtagjaikat tekintve közel 10 000 főnek adva biztos megélhetést. Ígért a foglalkoztató sok mindent a jelentkezők szerint. A korábban említetteken kívül támogatott felnőtt képzést, iskolakezdési támogatást, üdülési utalványt, munkaruhát. Így sokan jelentkeztek a munkaügyi központok által kiajánlott munkalehetőségre. Nem is tehettek mást, hiszen aki visszautasította a lehetőséget, az akár 3 évre is kieshet a szociális rendszerből, és nem kap semmilyen támogatást. Persze a cég a településeknek is ígért. Jászapátinak például már akkor, amikor még Pócs János volt a polgármester. Magas iparűzési adóbevételt és munkahelyeket vizionáltak. Amely ehhez kapcsolódik. Az elmúlt időszakban országosan és helyben is a szocialisták mindezt politikai útra terelték. Helyben szerintük Pócs a saját kampányában is az adóbevételt és a munkahelyeket hangoztatta. A téma egyik baloldali vizsgálója, Bangóni Borbé Ildikó múlt pénteki apáti sajtótájékoztatóján éppen ezért vonta kérdőre kormánypárti képviselőtársát. Hogy a cégbejegyzés által Jászapátinak komoly adóbevételt ígért, Pócs János több 10 millió forintos adóbevételről beszélt, amikor ezt a céget ide bejegyeztették és ezt a projektet megnyerték, és hol van az a munkahely, amit az ESOS által Pócs János ennek a településnek megígért. Nem tartom magam felelősnek, polgármesterként és jelenleg is országgyűlési képviselőként mindent megtettem, és mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy a járságban minél több munkahelyteremtés és minél több adóbevétel legyen. Amikor ez a cég megkeresett bennünket, akkor azt ígérte, hogy ha a projekt végigment volna, vagy én még mindig reménykedek végigmegy ezen az úton, akkor éves szinten Jászapátinak lesz egy 140 millió forintos adóbevétele, iparűzési adóbevétele, és az országban, többek között a járságban 2800 embert fognak foglalkoztatni. Nem kértek tőlünk semmit. Egy fillért se, semmilyen támogatást. Úgy gondolom, az lett volna a felelőtlen polgármesteri magatartás, hogyha valaki egy ilyen lehetőséget, hangsúlyozom lehetőséget, eltaszított volna magától. Azt tudjuk, hogy azóta nem valósult meg az üzem. Farkas Ferenc jászapáti jelenlegi polgármestere a júniusi lakossági fórumon éppen ezért emelte ki, hogy majd akkor örül, ha már a pelletet eladni is sikerült. Akkor mosolygok igazán majd, és mosolygunk a városvezetés és képviselőtársaimmal, és együtt, amikor a jászapáti ipari parkban elkészül a pelletezen, és ki fogják bocsátani az első zsák pelletet, akkor azt mondom, hogy természetesen megérte minden segítséget, hiszen Jászapátira Jászapátin újabb munkahelyen teremtés történt. Közben az ESOS jelentősen a média keresztüzébe került, hiszen július óta egyre csak balhékat hallani. Az első probléma a tömeges elbocsátások voltak, hiszen a képen látható 3 megyében összesen több is, mint a tervezett 2800 főt sikerült képezniük és foglalkoztatniuk. De jöttek a gondok. Az ESOS főként a közmunkásokat szerette volna visszaintegrálni a munka világába, de egyre több visszaélést tapasztaltak. Az ESOS maga a munkavállalókat hibáztatta, hogy ők voltak a hibásak azért, hogy fizetést nem kaptak, vagy hogy a szerződéstől elálltak. Egy valamit azért tisztán lássunk. A 2860 embert a munkaügyi központon keresztül közvetítették ki. Minden megyébe a munkaügyi központ
kiközvetítése alapján történtek meg a felvételek. Hozzáteszem, ezek az emberek nem hibázhattak, mivel hogy tisztában voltak vele, hogy ma a törvény úgy szól, hogyha munkanélküliként ő visszautasítja a munkaügyi központ által felkínált munkát, 3 évre kizárják mindenféle támogatásból, ellátásból. A szövetkezet honlapján írják sajtóközleményükben, hogy munkavállalóik ellopták a munkaruhát, a munkaszervezésre adott mobilt vagy a gajfát az erdőből. Többek között kértem egy szigorú ellenőrzést, hogy amennyiben valóban visszaélés történt, akkor ezzel kapcsolatban a szükséges eljárás történjen meg, valamint abban az ügyben is megszólaltam, kértem, hogy azok a személyek, akik elég jelentős számban voltak, akik az önhibájukból adódóan lettek elbocsátva, tehát elloptak dolgokat, nem jelentek meg a munkakezdésen, eladták a munkaruhát, ők ugye úgy lettek rendkívüli felmondással elbocsátva, hogy a közmunkaprogramban nem vehettek részt. Azt kértem, hogy mindenkivel közös megegyezéssel váljanak el, és ezek az emberek a közmunkaprogramban újra munkát találjanak. A szocialista politikusok szerint ezután ők az aggodalmaskodók lettek az ESZOSZ célpontjai, és ezzel igyekeztek elterelni a figyelmet az uniós források eltüntetéséről. Az Európai Uniós forrásoknak az ellopásáról fogunk tudni úgymond egy látleletet kapni, de a héten történtek azt tanúsítják nekünk, hogy ez sokkal-sokkal nagyobb ügy, mint amire mi kezdetben gondoltunk. Júliusban, augusztusban az elbocsájtottak tüntetéseket szerveztek, még jobban bevonták a médiát. Bangoni Borbély Ildikó szerint szeptemberre több vizsgálat után az EMI szerződés bontott az ESZOSZ-szal, már a NAV is vizsgálódik, csak közben az elbocsájtottak családjai kerültek nehéz helyzetbe. A Jászságban élők, tehát Jászberényben, Jászberény külterületén, Felsőszentgyörgyön, Jászapátin élő személyek kerestek meg azzal a problémával, hogy ők, nekik szerződésük van, munkaszerződésük van, nem kapnak fizetést. Másrészt van, aki közben megkapta a szerződés felmondását, de viszont az elszámolás nem történt meg, sem pénzbeni elszámolás, sem pedig a papírokban, tehát hogy új munkaviszonyba tudjon kerülni, vagy be tudjon jelentkezni a munkaügyi központba. Tehát egy probléma halmazzal kezdtem találkozni. Ez most a legnagyobb baj. A felmondások jogi lezárása, mely a szocialisták szerint az elbocsájtott emberek felét nem engedi vissza a munkába, mert még mindig nem kapták meg papírjaikat. Pócs János elmondta, hogy a szövetkezet vezetőitől kapott tájékoztatás alapján a megyében 899 főt, míg a Jászságban 103 munkavállalót foglalkoztattak. Jelenleg pedig az elbocsájtottak pótlása folyik. Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy mindenki, aki ezzel élni akart, az ESZOSZ számukra ezt a lehetőséget biztosította. Tehát mindenki számára, még akinek nem kellett volna, annak is biztosította, hogy közös felmondással legyen elbocsátva, zsebében egy bizonyítvány, amivel könnyebben el tud helyezkedni, mint az előtt, és a közmunkaprogram tártkorokkal visszavárta. Sőt, még azt is szeretném jelezni, hogy vannak a Jászságban olyan cégek, akiknek akár Nyíregyháza környékén van érdekeltsége, és komoly munkaerőhiányról küzdenek. Olvashatjuk a jászsági lapokban is, hogy napi 500 főt keresnek folyamatosan. Kértem az ESZOSZ vezetőjét, meg is történt, hogy ezeknek a cégeknek a vezetőivel üljön le, és addig, amíg a cég sorsa el nem rendeződik, addig ezeknél a cégeknél a foglalkoztatást biztosítja. Meg is ígérték, a tárgyalásokat el is kezdték. A szocialisták politikai elmélete szerint a Fidesz felső gréniuma döntött a 6 milliárdos pályázat kiosztásáról, majd az állami erdőgazdaságok visszatartásáról. Már nem csak 2800 családról beszélünk, hanem 22 állami gazdaságnak a visszaéléseiről is. Szerintük mindez nem csak az uniós pénzek lenyúlásáról, hanem az érintett 26 ezer hektár állami erdőterületből adódó 90 milliárdos kiszervezett feladatokról, és azok éves bevételeiről szól, mely az MSZP-sek szerint a Fidesz közeli vállalkozások kiváltsága és megélhetése. A projektet nem tudták végigvinni. Nem tudták kihozni az erdőből a fát. Nem tudták a üzemet beindítani. Hát akkor hol van itt arról szó, hogy az erdőgazdaságokat szétlopták? Hát pont arról szól a probléma, hogy még csak be se tudtak menni az erdőgazdaságokba. Tehát
sajnálatos, hogy valaki mindig mindenben a lopási szándékot próbálja bemagyarázni, magukból indulnak ki. Az ESZOSZ és az elbocsájtottak gondjai a politikai elméletek nélkül is súlyosak. A szövetkezet honlapján nincs új hír, nyilatkozat, és az elmúlt időszakban a jelenlegi vagy egykori alkalmazottai telefonhívásaira sem válaszolnak. A Facebookon több nyilvános csoportot is találunk, ahol egymástól kérdezik az érintettek, hogy ki mit hallott vagy mit tud. Itt demonstrációkat szerveznek és bosszankodnak. Reménykeltő lehet, hogy abban az esetben, ha a vizsgálatok elmarasztalják az ESZOSZ-t, akkor az eddig kiutalt 1,3 milliárd forint visszafizetésére is kötelezheti őket a kormány. A hónapok óta bérüket váró munkavállalóknak pedig a munkaügyi bíróság adhat igazat. Az első perek heteken belül Nyíregyházán indulnak meg.